Új szolgáltatás érhető el Bátaszéken. Ehhez helyezi ki épp a gyűjtőedényt, a polgárőrség egyik tagja. A Bátaszék város önkormányzata fontosnak tartja, hogy lehetőségeihez mérten települési szinten is hozzájárulunk a környezetvédelemhez. És ezen információk, vagy ezen elvárás figyelembevételével is kezdtük a munkát, hiszen 2 évvel ezelőtt benyújtottunk egy pályázatot annak érdekében, hogy klímastratégiát tudjunk létrehozni Bátaszéken, ennek elkészítése folyamatban van. Ennek keretében szeretnénk minél több információt eljuttatni a klímaváltozásról, a klímaváltozás körülményeiről, és arról, hogy hogyan tudunk mi egyszerű emberek tevőlegesen hozzájárulni, hogy ez ne történjen meg, vagy lelassuljon, vagy adott esetben meg is szűnjön. A legújabb ilyen környezetvédelmi intézkedés Bátaszéken a használt sütőolajgyűjtő edények kihelyezése. A város talán egyik legforgalmasabb üzletének parkolójába tették ki az egyik ilyen tárolót. A bolt üzemeltetője azonnal a kezdeményezés mellé állt. Az ilyenfajta kezdeményezéseket, amik a környezet tudatossággal, illetve az élhető világgal kapcsolatos, ezeket mind nagyon jó néven vesszük, és mi is támogatjuk, amennyiben ez megoldható, és nagyon örülünk annak, hogy nálunk a parkolóban valósul meg ez a zsírgyűjtő kihelyezése. Mi is elég próbálunk környezettudatosan és úgy élni, hogy minél kevesebb szennyező károsanyagot bocsássunk ki a természetbe. Így mi is a fáradt olajokat, illetve a használt olajakat, azokat mi is szelektíven gyűjtöttük otthon, és ugye időszakonként elszállítottuk, csak az elég macerás volt, mert nagyon kevés helyen lehet ezeket az olajokat leadni, és ennek nagyon örülünk, és most a visszajelzések alapján is azokat kaptuk a vásárlónk körékből is, illetve a kollégáktól is, hogy nagyon örülnek ennek a kezdeményezésnek, és ki fogják használni. A város 4 különböző forgalmas pontjára helyeznek ki ilyen tárolókat. Ez 4 darab olyan frekventált hely, ahol rengeteg ember fordul meg a nap minden szakában, hogy így a sütőolaj odaszállítása, egy bolti bevásárlása egy beköthető legyen. A sütőolaj elhelyezése történhet műanyagflakonban, akár egy befőttes üvegben, zárt üvegbe belehelyezve az edénybe, és jelenlegi információk szerint folyamatos elszállítást garantált a cég, heti-kétheti rendszerességgel, ez ugye majd a kihelyezett edények üdítési tendenciája után kerül majd kialakítása pontosan, hogy hogyan, de azt ígérhetjük, hogy olyan nem lesz, hogy valaki nem tudja majd berakni a kihozott sütőolaját az edénybe. Nincs korlát, mindenki hozza be otthonról azt, amit otthon tárolt, ugyanis a sütőolaj maga egy többször megített sütőolaj rákkeltő hatású, 1 liter kiöntött olaj a természetben nagyon nehezen bomlik be, természetes vízbe öntve több 100 000 liter vizet tud megfertőzni, ezért mi annak örülnénk, hogyha minden sütőolaj, minden sütés után elhasznált zsíradékot idehoznának ki és töltenék az edényeket rendszeresen. Ezzel hozzá tudunk járulni egy kicsit a környezetünk védelméhez, és segíteni is tudunk, hiszen lehetőséget kapunk arra, hogy bizonyos támogatást kapjunk az így elhelyezett olajért, amelyet elsősorban környezetvédelmi feladataink finanszírozására fogunk fordítani. A szolgáltatást a lakosok teljesen ingyenesen tudják igénybe venni, az elhelyezett gyűjtőpontokra az információk szerint tudják elhelyezni a sütőolajat, megfelelő rendszerességgel ezek elszállítására fogunk gondoskodni, és minden elhelyezett kilogramm után 25 forint támogatást fog kapni maga az önkormányzat, amelyet, ahogy említettem is, környezetvédelmi célokra fogunk majd fordítani. Emellett az elszállított zsíradékot a szolgáltató cég újrahasznosítja, és biodízelt készít belőle.